Sziasztok motorosok, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Komáromban vagyunk a Confrontnál. Olyan motorgyűjteméről hallottunk már egy jó pár éve, ami párját vitt ki. Tehát olyan szinten, hogy ide a japán Hondától járnak. Van olyan ott dolgozó ember, aki évente meglátogatja. Bemutatnám a gyűjtemény itt lévő legidősebb tagját, ez a C77-es Honda, amit 1958-ban terveztek, az itt kiállított kék színű darab. Ez 1960-ban került forgalomba, helyezésre Hollandiába, onnan is származtattuk mi a forgalomba helyezés helyéről. Hát ez körülbelül 15 éve statikusan áll, vagy raktárban, vagy éppen kiállításon. Az egyetlen itt kiállított darab, ami restaurálva van, az összes többi eredeti színében, koromjában és szerkezeti elemeiben van kiállítva. Ez az egy teljes restauráláson esett át, és ezt még Hollandiában végezte egy szakműhely. A következő, ami mellette áll, az aranysárga CB750. Azt hiszem, hogy motoros körökben nem túlzottan fontos részletesen bemutatni. Ez volt az a motor a világon, ami forradalmasította a motorkerékpárgyártást, és más dimenzióba helyezte a motorozást. Ez, hogy miért történt? Egy nagyon szép esztétikus kivitel, érdekessége a 4-4-be leömlő kipufogó, a soros 4-hengeres felülszerepelt motor, ami addig nem volt jellemző a motorkerékpárgyártásban, szériában a tárcsafék, ami még ennek a motorkerékpárnak a fő jellemzője, és nem utolsó sorban a megfizethetősége, és Európán kívül Amerikába is tért fordított ezzel a gyártmányával a Hondát. 1969-ben értékesítették belőle az első szériát, és az idén ez a motor is jubilál, mert most 50 éves a gyártmány éppen, és ez a darab egy eléggé különleges olyan szempontból, hogy alig több mint 10.000 kilométert futott mindössze, és nálunk pihen már 20 éve, hát az alatt körülbelül 500 kilométert motoroztunk vele. Korábban volt még rajta érvényes műszaki vizsga, és akkor tettük meg, és el kell, hogy mondjam, hogy megcsábultunk, hogyha találnánk egy kevésbé szépet, amit nem sajnálunk használni, még élmény is volna vele motorozni. Amennyire tudom, ezek működőképes motorok, tehát nem motorszobrok, hanem működőképes, tehát normális műszaki állapotban, de konzerválva. Jelenleg konzerválva vannak. Ez azt jelenti, hogy az üzemanyagtank kenőolajjal van kitöltve, és védi a belső felületkezeletlen üzemanyagtartálynak a belsejét, hogy ne rozsdásodjon, és ezért most elindítani nem tudjuk őket, mert nekünk ez nagy macera lenne egyszerű üzembe helyezni, aztán újból lekonzerválni. Mivel nagy a gyűjtemény darabszámunk, ezért nem tudjuk úgy karban tartani őket, hogy benzinnel tárolva. A félreértés elkülönse véget, ez a gyűjteménynek egy kis szűk válogatott elit darabja. Jóval több van.